Ez itt a Future Talks, Krizsó Szilvia vagyok, és ahogy megszokhatták, ebben a műsorban mindig a jövő kérdéseit feszegetjük vendégeinkkel. Most éppen arról fogunk beszélni, hogy mi vár a logisztikára. Ha érdeklik Önöket az új epizódok, már pedig nagyon remélem, hogy érdeklik Önöket az új epizódok, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra. Szalma Botnod, a PIMSZ ZRT elnök vezérigazgató és a Fonasba Executive Vice Presidentje, akiről ugye azt kell tudni, hogy folyami és tengerhajózási szakértő, és hát a Mahartnak az egykori elnöke, mindent elmondtam, Botond, ami csak jellemző, rád ugye régóta tegeződünk, hogy ezt most megtartjuk. Hát van még egyéb rossz tulajdonság, és azt nem kell mindent elmondani, de igen. Tehát. Neked ez a hajózás, ez honnan jön? Ez ilyen gyerekkori valami? Mind a két nagyapám a Mahartnál dolgozott, anyai apa is, apukám, anyukám is a Mahartos volt, amíg ők nem rúgták ki az 56-os események miatt őket, és a testvérem is én is tengerész voltam. Tehát három generáció töltötte a Mahartnál az idejét, és ott kezdtem WC pucolással deckboyként 18 évesen, és ott voltam vezérigazgató egy kicsit később, aztán kirúgtak. Ennyi. De azért a nagyobb többségben vannak a pozitív élmények. Igen, mert a szakma szeretetét ott tanultam meg az ember. Tehát otthon, meg a hajózásban. Tehát mióta az eszemet tudom, hajóra jártam gyerekkoromban, ott töltöttem a nyarakat. De te kapitány vagy segédkapitány, és nem tudom, hogy a segédkapitány az, amikor az oklevelet megkapja az ember, a régen a Műszaki Egyetem, amikor megkaptuk, a segédkapitány oklevél, de ahhoz azért még hajózási időt kellett gyűjteni, és akkor valaki harmadik tiszt lett, akkor lehetett már tiszt. Tehát akkor irányíthatta a hajót 8 órában. A 38 órában van az osztva a hajón az időintervallum. Első tiszt, második tiszt, és a harmadik tiszt 38 órában adta 4 órás váltásokban az ügyeletes tiszti beosztást láttuk el. És akkor lehettem az is, utána lehettem volna parancsnok, és én voltam a legfiatalabb harmadik tisztem a Hartnál. Én 24 évesen a harmadik tiszt voltam. Aha. És miért nem lettél kapitány? Hát akkor megszületett a harmadik gyerekünk, és nem akartam kitolni a családommal. Csak ezért. Tehát most különben tengerészkapitányként mentem volna nyugdíjba szerintem. Sosem meséltem, mert most egyébként ez nem is, hogy tartozik ide, de most erről az jutott eszembe, csak hogy nem akarták kiszúrni a családoddal, hogy nekem az apai nagypapám az dunai hajós volt, és az én apukám hajón született Harsova partjainál. Na tessék. Tehát, hogy ez most egy eszembe jutott tényleg, hogy hát ez a családok érdekes, voltak, meg hát olyan falvak voltak, ahol majdnem mindenki hajós volt, tehát Gönyű, meg Ásványráró, meg a Dunamenti összes egészen Bajáig, rengeteg faluba. Komoly dinasztiák voltak, akik hajózással foglalkoztak. Ugye ez a múlt, szerinted jövője van a hajózásnak? Magyarországon nincs, a világon van. Tehát Magyarországon nincs közlekedéspolitika. Tehát ugye a magyar közlekedéspolitikának hosszú távra kéne gondolkoznia. Az elmúlt 30 évben volt 12 olyan év, hogy nem volt közlekedési miniszter. Ha meg megnézem a közlekedési minisztereknek a felsorolását 90-től 2024-ig, akkor rájövünk, hogy többen vannak, mint a magyar válogatott kispaddal együtt. Tehát, hogy mondjam, így egy trafikot se lehet üzemeltetni, hogy egy fél évig valaki miniszter, illetve valaki úgy lesz miniszter, hogy annyi a közlekedés, az annyi a viszony, hogy a nagymama elvitte az állatkertbe, és akkor föld alatt ne lyukasztottak. Tehát nincs is lobby ereje, és szakmailag nem áll mögötte semmi. De egyébként kell, csak azért kérdezem, mert egyszer valahol azt nyilatkoztat, hogy alapvetően mondjuk a folyami hajózást, tehát most a Dunát tekintjük, tegyük föl, akkor nem lehet nemzetpolitika részévé tenni a közlekedést, hiszen azt kell nézni, hogy mondjuk európai szinten, hát tehát igen, hogy kellene valami olyan egységes. Pontosan. Az Európai Unió nyomja is a hajózást, és nyomja a vasutat is. Tehát ez egy tévedés, tehát a logisztikáról beszélgetünk, úgy kell tekintenem a logisztikára, mint az ország ideg- és érrendszerére. Az ideg- és érrendszert karba kell tartani, mert összeesik a szervezet. Az ideg- és érrendszer a logisztikában ugye a vasút, a közút, a víziút és a repülés, meg még a csővezetéket is ide lehet venni, hogyha teljes szakmát megnézzük. Most ezekkel mindenkel kell foglalkozunk, és ez egy akkora torta, amit föl kell szeletelni. De az, hogy nálunk 2% alatt van a súlya a folyami hajózásnak akkor, amikor Szent István óta Európa kellős közepén vagyunk, az egy bűncselekmény szakmailag. Most hagyjuk, hogy miért. Tehát, hogy a szakmát teljesen kiszorította a politika, és ez nem jó. Tehát a közlekedési szakembereket vissza kell hozni, mert nézzük meg Budapest közlekedését, oda se ártana egy pár közlekedési szakember. A vasúthoz sem ártana a vasúti szakember, a közútakra sem ártana a közutas szakember, és a politikának az lenne a dolga, hogy egy keretet adjon, a szakma pedig megtölteni szakmai tartalom. Az Európai Unió hosszú távon gondolkodik. Magyarországon nem lehet hosszú távon gondolkodni, mert egy kikőt akarok fejleszteni, az 50 évbe kell terveznem. A Bős-Nagymarosi vízlépcső rendszert meg kéne már régen építeni, 30 éves késésben vagyunk, ez 200 évre kéne tervezni. Na most nálunk 4 évre tervez mindenki, választástól választásig. Akkor is csak annyit, hogy még egy beruházásból, ugye, mert mit jelent a beruházás? A logisztika mindig beruházás, mert pálya.
Mi a pálya? A reptértől a vasúti síneken át a Dunáig az mind pálya. Ez pénzbe kerül megépíteni és meg karbantartani. Nálunk mi van? A beruházásból el lehet lopni 30%-ot. Jó, de most nem ebben az irányba menjünk el, hanem igazából a fejlesztések azért... kellenének. Csak ez pénzbe kerül, és nagyon hosszú távon kéne gondolkozni. És ez hiányzik. Én ezt jó, tegyük föl, hogy te megkapnád mondjuk ezt a terület, és azt mondják, hogy te szakember vagy, és akkor tiéd mondjuk a közlekedés politikának a fejlesztés, akkor, és most egy kicsit maradjunk a hajózásnak, akkor mit csinálnál? Tehát mi lehetne az a jövő, ami... Az első hajós képzés beindítása nincs. Tehát a 10 éve mondom, a szakemberek el fognak tűnni. Illetve mind a személyhajózáshoz megy át, és a teherhajózásból ki fognak volni, mert ez egy nehezebb szakma. Hogy ott nem öltönyben van egész nap az ember, meg éjjel 3-kor is fölkeltik. A másik, hogy a víziutat karba kell tartani, tehát igenis a Dunát karba kell tartani, és már rég meg kellett volna építeni nem csak Bős-Nagymarosnak a nagymarosi részét, hanem Adonynál és Fajsznál is kéne, hogy legyen egy vízlépcső, meg van egy rossz hírem a zöldeknek, a Tiszán is kéne egy Csongrádnál. És akkor utána a víz visszatartásunk meg lenne, és rögtön visszatérjük arra, hogy a hosszú távú gondolkodás nekem, mint közlekedési miniszternek mondjuk az lenne a feladatom, hogy azon gondolkozom, hogy lesz-e 50 év múlva ivóvíz Magyarországon. Tehát a hajózást elkezdeném fejleszteni, és utána hosszú távú hiteleket adnék azoknak a hajósoknak, akik hajóba fektetnek. Tehát nem lehet egy eszközt megvenni, ami mondjuk 50 évig is hajó, vagy 80 évig hajó, 5 éves, meg 7 éves hitelekkel. Tehát ahhoz 30 éves hitel kell. Tehát igen, ezek hiányoznak. De azért most szóvaztad a zöldeket, azért nagyon-nagyon komoly viták vannak világszerte arról, hogy mondjuk a hajózás... felel a széndioxid kibocsátás értelmében, mondjuk a 6. legszennyezőbb iparág. Ugye most mondtad a személyhajózást, tehát most januárban indult el útjára Royal Caribbeannek valami 20 fedélzettel 8000 ember befogadására alkalmas óceán járója, és közben jönnek fel a hírek arra, hogy egy... Nem akarok tényleg megbántani a zöldeket, mert nagyon fontos a környezetvédelem, csak én élesen megközelítem a környezetvédőt az anarchistától. Mi egyelőre csak anarchistákkal találkozunk. Mondok két példát, jó? És utána visszatérek erre a Karibienre, a Royal Caribbeanre. Bős-Nagymaros. Bős-Nagymarost nem a hajózás miatt kell megépíteni, ez egy nagyon súlyos tévedés. Bős-Nagymarost és Adonyt és Fajszt az ivóvízellátásunk, a belvízveszélyünk miatt, az árvízveszélyünk miatt, a mezőgazdaság miatt, a logisztika miatt, a kikötők miatt, a turizmus miatt, a horgászok miatt és a sportolók miatt kell rendbe tennünk. Tehát ez egy, ja, mondjuk energiatermelés is, azt azért nem hanyagoljuk el, mert teljesen tiszta energia, amit termel egy ilyen. De akkor, amikor mindenki rohangál töklét rázva a Bős-Nagymarosnál, a nagymarosi körgáton, mert az csúnya volt, hát akinek az tetszett, az bolond. Na de emberek, ezt elfelejtették az összes zöldnek mondani, hogy ők a kerítésen rohangálnak és rázzák az öklüket. Amikor kész a mű, és ott van az erőmű, és ott van rögtön egy híd is, amit mindig hiányolunk a Dunán, és utána áramot termés, és visszaadjuk a környezetnek, ugye, amit csak tudunk, tehát újra zöld lesz 2 év, mert kinőnek, meg leveli béka is visszajönnek, a kacsamama is visszajön a gyerekekkel, akkor elbontják. Tehát az a körget nem maradt volna ott. Tehát becsapták az embereket, ez egy hisztéria volt. Erre a hajókra visszatérve, mindent a hajókra fognak, sőt olyat is olvastam, tehát amikor valaki ilyet leír, akkor azt kell, hogy mondjam szakmailag, hogy ez annyira hülye, aki ezt leírja, hogy nagy valószínűséggel a szomszédja is hülye, mert egyedül nem lehet ilyen hülye. Tehát amikor leírja, hogy egy ilyen hajó annyit bocsát ki, mint az összes személyautó a világban, akkor az bolond. Mert annyit bocsát ki, mint mondjuk 100 személyautó. De amikor azt mondják, hogy ott 6000 ember van, és ott a 6000 embernek mennyi szemete van, meg mennyit megy vécére, meg mennyi tortát szeszik meg, ami megmarad, akkor van egy nagyon rossz üzenetem nekik, mivel ezek nem halottak. Ez a 6000 ember, ha Los Angelesbe rakna, ott is lenne ebédje. Ott is menne vécére, és ott is van PET palackja. Tehát csak most ott a 6000 együtt lakik. De ha nem együtt lakna, akkor szét lenne szórva a világban. Tehát ne csináljuk ezt a hisztét, az a 6000 ember előtte is élt, és a kis szerencsém után is fog élni a hajózásnak. Hát jó, de közben azért följönnek azok az érvek, hogy szennyezi a tengert. Olyan a ballast water treatment, tehát a ballast vízrendszert már úgy tartják karba, hogy azt tisztítják, és nem engedik a mindenféle csigákat az A-ból a B-be menni az óceánokon. Ott olyan a rendszer, hogy majdnem ivóvíz tisztaságú lesz a szennyvíz, tehát ott komolyabb szennyvíztisztítási rendszer, mint sok országban. Tehát nem mondjuk ezekre hajók lesz, plusz olyan a károsanyag kibocsátása a segédüzemének, meg a főüzemének, vagy amikor megáll mondjuk egy kikötőbe, akkor partjárammal működik. Tehát ne vezessük félre az embereket. Igen, minden beavatkozás környezetszennyezéssel jár. Mi itt ülünk és kilélegzünk, tehát széndioxidot bocsátunk ki. Tehát amikor mindig nevetem, amikor mondják, hogy zero emission. Hát angol azt szokta mondani, zero emission does not exist, mert nincs. Meg azt mondják, hogy nulla kibocsátó lesz egy autó, ez egy hazugság.
Mert amikor egy autó nulla kibocsátás, tehát nézem az élettartamat, akkor nézzük meg azt, hogy mennyibe kerül megcsinálsz az aksit, de a bányászattól, az alapanyagon át, a félkészterméken keresztül a végtermékig, és utána, amikor letelik az a 10 éven, akkor nézzük meg, hogy mi történik az akkumulátorával, hova fogjuk elásni. Megesszük, ledaráljuk, visszavisszük Kínába. Hát ez egyébként egy komoly kérdés. Jó, csak nem... erre nem tudom. Tehát mindig ilyen butaságot mondok, mekkora az a hajó? Nem láttak még nagy hajót? Persze, hogy nagy a hajó. Hát ez ugyanaz szintén, amikor azt mondják az embereknek, hogy a hajókat kell a folyóhoz igazítani, és nem a folyót a hajókhoz. Hát amióta a mérnök létezik, a mérnök az egy szakma, nem csak a jogász a szakma, ugye, meg a politikus, a mérnök is egy szakma. A mérnök pontosan akkor az ősembere gondoljunk, pont akkor a fát vágott ki, hogy a tutaja ne akadjon meg a patakba. Ha nagyobb fát vágott ki, akkor találta fel a hidat, mert az átért a patakon. És 50 éve úgy tervezik a bárkákat például a Dunán, úgy is hívják, hogy Duna-Európa típus. Ezt már mielőtt megcsinálták a németek a Duna-Majna csatornát, és 92-ben Antal József díszvendégként ezt átadhatta. Jellemzően mi kötöttük azt a rakományt, és a magyar hajó ment át először rajta, erre büszke vagyok, hogy azóta úgy tervezik a hajókat, hogy pontosan a Dunán és a Rajnán és a Majnán, tehát az európai kellős, ezen a víziút rendszeren elférjen. És a visszatér a logisztika, az ezt kell nekünk használni. Nem tudjuk úgy használni, mint a hollandok. A hollandoknál a belvíz szerepe 40%-os. Magyarországon nem lesz ennyi. Ausztriában sem ennyi. De Bulgáriában, Romániában már több. És amikor mondjuk kikötőfejlesztésről beszélgetek, amiről beszéltem, akkor 20 évvel ezelőtt nem véletlenül mondta Mart vezérigazgatóként az akkor éppen aktuális közlekedés miniszternek, akkor éppen volt. Ráadásul még normális ember is volt. Zárójel bezárva azt mondta nekem, hogy én azzal vagyok itt, hogy ne történjen semmi. Megint zárójel bezárva. És ugye ő felelt a közlekedését. Mondd meg, hogy ki volt, mert én már nem emlékszem, hogy Fónagy ki volt. János volt Fónagy János, ez, aki egy nagyon tisztességes, normális ember szerintem, és még szereti is a közlekedést, hogy vegyünk Konstancán rakpartot. Az a Fekete-tenger legerősebb kikötője mára, és 70 millió tonna forgalma. És ott egy rakpart Maranya tér, a magyar export-import, mert amúgy is egy üzletben. Mit csinálunk helyette? Triestbe veszünk egy kikötőt, ahol se kikötő nincsen, semmi nincsen, és ott ez egy ilyen Potemkin beruházásra adunk mondjuk 3-400 millió dollárt. Magyarország nem a Brunei szultánság. Ennyire mi nem vagyunk gazdagok. Ha kikötőre költök pénzt, az tényleg töltsük a kikötőre. Na, térjünk vissza egy kicsit oda, hogy mit lehet tenni környezetvédelmi szempontból a hajózással, hiszen rengeteg cikk jelenik meg arról, hogy zöldíteni akarják. Tehát az LNG-től kezdve... Nagyon szívesen zöldítek. Abszolút egy fantasztikus ötlet. 10 évig hallgattam minden előadáson, hogy a jövő az LPG-LNG. 2 éve valaki kitalálta már Amerikában, és megnyitott, hogy mégse ez lesz a jövő, majd a hidrogén, meg az ammónium, meg a nem tudom micsoda, meg a vízből csinálunk majd motort, mindent halok. Könyörgöm. De most olyanok is vannak, hogy vitorlát kifeszítésre a szélenergiát használ. Nagyon örülök neki, én, és ha nem fúj a szél, akkor nincs vitorla. Ez olyan, mint a napelem Németországban. Tehát egy hétig nem süt a nap, és nem fúj a szél, akkor utána a németek importálják az áramot a francia atomerőműből. De zöldíteni kell. De tudod, hol kezdődik a zöldítés? Hogy a gyerekemet úgy nevelem, hogy nem dobálja el a csoki papírt az utcán. Aztán a gyerekemet úgy nevelem, hogy nem dobálja be a traktorgumit a patakban. Aztán én még nem láttam olyan hűtőszekrényt, amilyen az lenne ráírva, hogy dobjuk be a Dunába, amikor nem elromlott. Sőt, a döglött disznót se kell a Dunába lökni. És az olajat se kell beengedni a Dunába, amikor leeresztettem a kocsiból. Na, itt kezdődik a zöldítés. Aztán ott kezdődik, hogy ma már sokkal hasznosabbak és jobbak a motorok. Tehát régen sokkal nagyobb károsanyag kibocsátása volt egy dízelmotornak. Ma százszorosan kedvezőbb. De lehet, hogy még mindig nem jó, de azért azt nem mondjuk az embereknek, hogy újra mezit le fogunk járni, és bogyókat fogunk enni. Mert de azért az a kettő között azért van különbség, ezt te is tudod, tehát azért ezek a szélsőségek. Hát azért vannak már modern motorok. Azért van már dízelektromos hajtás. Azért van már atomenergia. Azért van már parti áram használata a személyhajókon. Azért van már a ballasztrendszer. Azért van a tengeri hajókon a scrubbernek hívják, ezt nem is tudom, hogy van rendesen magyarul. Tehát az is a károsanyag kibocsátása, ami a kéményen keresztül távozó főgép károsanyag kibocsátását szinte teljesen megszűrik. Ez egy hajónál ez másfél millió dolláros beruházás, és ezt megcsinálták a hajósok. Tehát nem mondjuk, tehát ez hisztériakelt, és akkor inkább így mondanám. Azért mondtam, hogy meg kell különböztetni az anarchistát a zöldtől. Mert amikor én Bős-Nagymarosról beszélek, azt mondom, hogy annál a nagy asztalnál, hogy el kell dönteni, hogy hol legyen és mi legyen. Nem azt kell dönteni, hogy legyen, mert az kell, hogy legyen. Azt már eldöntötték a szakemberek nagyon régen. De ott legyen zöld is, ott legyen mérnök is, ott legyen tájvédelemmel foglalkozó, ott legyen
a halszaporítással foglalkozó, ott legyen biológus, ott legyen mindenki az asztalnál, és utána döntsenek az ország szempontjából a lehető legjobban. De még egyszer visszatérek, minden beavatkozás kár. Tehát, hogyha aszfaltozom az utat, azzal is kárt okozom, mert nem tud a giliszta följönni, és régen ott föl tudott jönni. Ha a Ferihegyen leszáll a Lufthansa, az is kár. És hogyha megy a vonata valaki a Balatonba, az is kár, mert amikor olajat kell magára, és a Balatonba meg leolvasztja magára, akkor Balaton szennyezi a napolajjal. Tehát biztos, hogy lehet hosszú távon a környezetet, és kell is, hogy védjük a környezetet, csak ne hisztezzél rájuk ezt a kérdést, és ne fogjuk a hajósokra. Jó. Se a logisztikusokra. Beszéljünk egy kicsit a gazdaságról, de aztán még szerintem lehet, hogy vissza fogok térni egy kicsit ahhoz, hogy hogyan lehet mondjuk, ugye az ammóniát is említetted, mint egy lehetséges utat, bár ottnak azt mondják, hogy ott a metá... Szóval sok minden van, más, tehát hogy én csak ugye laikusként olvasom a cikkeket, te viszont szakemberként olvasod a cikkeket. Ez azon meditáltam, én nagyon-nagyon sok logisztikai konferencián hallottalak téged előadni, mindig ugyanezt a vehemenciát hozott, mindig mindenkit kiosztasz, de soha senki nem vitatja azt, hogy szenvedéllyel csinálod azt, amit csinálsz, és hogy elképesztő tudást gyűjtöttél, és folyamatosan gyűjtöd a saját területeden. De egyébként ezt hogy csinálod? Szóval, hogy tartod képben magadat? Gyerekkorom óta tanulok, mert apukám azt tanította nekem annak idején, hogy a fejem nem azon, hogy kalapot hordjak, hanem hogy gondolkozzak. De azt is tanította, hogy nem kell mindent megjegyeznem, hanem azt kell megjegyeznem, hogy mit hol keressek. Az én szakmám olyan, az a hajózási szakmám olyan, hogy szerintem sose lehet jól megtanulni, viszont minden áldott nap olvasok, meg tanulok, meg figyelek, meg kérdezek. Tehát nem szégyen kérdezni, de a vezérigazgatónak is lehet újat mondani különben. Meg bármelyik szakembernek, és mondom, hogy 3 éves korom óta ezzel foglalkozom. Most fejeztem be különben a tankönyvet, tehát kértek, hogy írjak már végre egy tankönyvet, most már elég öreg vagyok, ugye azt látod a fejemen, hozzám már régész jár, nem orvos. Úgyhogy most befejeztem a folyamhajózás, tengerhajózás, a kikötői szolgáltatás, meg a Csikán professzor, aki elolvasta a könyvet és megírta az előszavát, ő azt mondta, hogy egy közgazdasági részt még írjak hozzá, tehát megírtam ennek a közgazdaságtanát és alapokat csak, ugye több ezer oldalt nem lehet írni. Úgyhogy ez most fog megjelenni, tehát ezt is befejeztem, és akkor is mindig tanultam, meg a könyvet írtam. És most is tanulok. Tehát most is, amikor a konténerhajózás megint elindult ez a hiszti, ez a ja Istenem, mi lesz velünk, mind meghalunk már megint, akkor azért inkább utána olvastam, hogy mi lesz ebből, meg ténylegesen hogy állunk, meg mit csinálunk. De hisztin azt érted, amikor megállt igazából az egész forgalom, egyrészt már ugye keresztbe fordult a Szvezi csatornánál a... Hát jó, de azért komoly fennakadásokat, vagy ez csak így a hírekből derül? Ez olyan, mint hogy ma reggel mentem a repülőtérre, és az M0-áson volt egy baleset, és ez reggel 5:30 volt. Kigyulladt egy kamion. Ilyen van. De, és volt egy torlódás, de délután 2-kor nem lesz torlódás. Tehát nem halt meg mindenki, csak egy páran lekesték a gépüket, ami nekik rossz. De a föld forog tovább. Tehát az ekliptika síkjában maradtunk, mindenki nyugodjon meg. Nagyon, hogy ezt a példát mondtad, akkor is írtam, emlékszem egy szakcikket erről. Megállt a Szőző csatornában egy jó nagy hajó. Mit mond erre az angol shit happens? Ez időnként előfordul. Ma azt is kivizsgálták, mi baja volt. Ez tényleg baj. Tudod, kinek baj? Annak a 20 000 tulajdonosnak mondjuk már 20 000 konténer volt a hajón, ami nem kevés. Mindig nevetek a zöldeket, mikor mondják, hogy vasúton jön a transzibériai vasúttal, ott elfér 120 konténer egy vasúti kocsin, ezen meg 20 000, de mindegy, majd biztos versenyeznek. És akkor azt mondták, itt a világ vége, nem lett itt a világ vége. Tehát a női csizma nem érkezett meg, és mindenki ideges volt, hogy nem tudta a legújabbat megvenni, meg a karácsonyfa izó egy kicsit késett a karácsonyfáról. Hát jó, de mondjuk akinek de például hűtőtárúja van. Azt mondom, aki, az hűtik, és a mínusz 18 fokos hűtőtáró egy héttel később lesz a polcokon, ez biztos, hogy veszteség, de csak ők szenvedtek a veszteséget. Viszont akkor a hisztilet köré kerítve, mintha megállt volna a föld forgása. És utána mi volt, ugye, mit mondtak az arabok? Hát azonnal $2 milliárd kértek. Mondtak egy jó nagy számot, $1 milliárd kértek. Ilyenkor egy nyugodt ember fölmegy a honlapra a Szózi csatornatársaságnak, megnéz az éves árbevételét mondjuk 2022-ben, és azt is megnéz, hogy hány hajó haladt át rajta. Ezt a 2 számot elosztja. Ez csalás egy kicsit, tehát ilyenkor csalok, csak nem veszed észre, mint Rodolfo. Mert ugye van egy hajó a nagy hajónak, aminek $800 az átkelése, a pici hajónak meg $40 000. De egy átlagot kiad. Az kiadja azt, hogy egy nap alatt körülbelül mennyit veszít a társaság. Na, az az igazi vesztesége, és hozzáadandó a veszteség azoknak, akikkel Afrikát kerültettek. Tehát aki megrémült, mert a hiszti az rossz tanácsadó, hidd el a tengeren, ezt mi megtanuljuk, nem szabad. A hiszti meg a pánik rossz tanácsadó. Aki már ilyettében Afrikát kerültette, ha őját pedig csak lassítani kellett volna Gibraltártól Suezig, az ugye ráfizetett, mert egy héttel tovább ment. De aki nem, az csak várakozott, és van egy jó hírem,
Az összes várakozó hajó átkelt a csatornát, tehát befizette. Tehát nem volt a csatornatársaság a kiesőbe vétele, csak az, a 15 hajó még körbe ment. Jó, de azért ennek van tovagyűrűző hatása, mert azt mondod, hogy hiszti, hát ugye Meyerszk most jelentette nem olyan régen be, hogy az egyik legnagyobb konténer hajózási társaság, hogy mások a világon, hogy a Vöröstengert most kikerüli, mert ugye ott a huszi támadók... Más is kikerüli. Na, azért mondtam, hogy tehát se a Covid-hoz, se ehhez nem szabad hasonlítani, de megint mi van? Mert logisztikáról beszélgetünk. A logisztika egy nagyon jó iparág, csak régen nem így hívták, régen úgy hívták, hogy józan parasztész használata mindennapokban. Ezt most logisztikának hívják, most ez a divat. De ezzel leértéked egy picit azt a területet, ahol dolgozol, csak mondom. Nem, egyáltalán nem értékelemre, csak azt mondom, hogy megint azt hiszik, hogy fel kell találni a kereket, meg az atomfizika. Bocsánat, ez nem atomfizika, ez ész. Tehát ez a józan paraszt ész használata, ezt hívják logisztikának. Amikor valami jó szervezek, egy nő is logisztikát visz véghez akkor, amikor a három gyereket négy fele viszi, 8 helyről szed össze, a férjének kivasalja az ingét, bevásárol, dolgozik, és még ezer van, és utána a lusta férje még kér egy sört is a föltett lábakkal a tévé előtt, akkor te logisztikát végzel. Jó, hát azért nem, ezt nem próbálja meg a férjem, hogy feltett lábak a sörkérődést, de mindegy, jó, igen. Jó, egy próbát megért. Tehát a logisztika egy olyan iparág, ahol azt kell néznünk, hogy mi történik a logisztikai láncokkal. Ugye régen mindig az volt, hogy just in time. Hát ebből most just in case lett. Hát vagy sikerül, vagy nem. De könyörgöm, azért, mert egy hajó Afrikát kerül, az plusz 6 nap vagy 7 nap. Ennyi a plusz költség a hajózási társaságnak, sebességen is lehet vitatkozni, nem? Van egy pici késés, de rögtön azt mondja, a másik oldalon ott van, hogy nem kell kifizetni a szózi csatorna áthaladási díját, azt levonták ebből a költségből. Nekünk már azt fogják előadni a piacon, egy csomó ember, voltak az amerikai kongresszusban azt mondta, hogy ez sokkal erősebb hatású lesz, mint az olajárobbanás. Ez nem igaz. Ez egyetlen egy országnak nagyon fáj, az Egyiptom, aztán fáj még Szaúd-Arábiának, és az első 2 hónapban, de inkább 40 napban azoknak fájt, akiknek kikötői vannak a Kelet-Mediterránon. Elmondom, hogy miért. Azért mondom, hogy logisztika, tehát nem varázslat. A hajókat berakták a Távol-Keleten. Japánba, Kínába, Szingapúrba, akárhol. Elindultak Európába, hogy rakták be? Megérkezik Suezhez, Damiettán kirak, megérkezik Gioia-Tauro, Olaszország kirak, aztán elmegy Rotterdamba kirak. Na ezek, amikor elindultak, de Afrikát kellett kerülni, akkor nem tud Rotterdamba menni először, ami lenne az ész. Mert ő úgy van berak, hogy az első rakomány a Damiettánk, hogy kirakja. Tehát az ő igazi veszteség, hogy még egy hetet kell menni a Mediterránon. És a jól berakott hajók már, akik Suezen mennek át, azok megint csak Damiettába fognak érkezni. Tehát lesz a kikötőben egy zsúfoltság, de nem fog évekig tartani. Az a logisztikus feladata, hogy az ellátási láncokat úgy tervezze meg, hogy 3 nappal később jön a kábelkorbács a BMW gyárba. Senki se fog meghalni, 3 nappal később lesz BMW-je. Lesz költsége, mert befektettek abban, mondjuk hitelt vettek fel arra 10 millió dolláros szállítmányra a BMW gyár, meg áll egy negyed órát a sor, ami 100 ezer euróba került, tehát ténylegesen vannak költségek, csak a legvégén nekünk fogyasztónak mindig a 10-szeresét adják el. És az előbb a Merckx-et említetted. A Merckx meg a többi hajóstársaság 2022-es EBITDA-ja 40 milliárd dollár volt. Több pénzt keresett ez a 10 hajóstársaság egy év alatt a világ tengerein konténer fuvarozással, mint amennyi Magyarországnak az éves költségvetése. Tehát miről beszélgetünk? Tehát én nem is őket sajnálom igazából, hanem azokat a tovagyűrűző hatásokat. Most például londoni elemzőknek olvastam azt az elemzését, hogy azáltal, hogy a vöröstengeri kereskedelem az ott most ugye a huszik meg a mindenféle dróntámadások kapcsán megáll, vagy nem, hát nem tudom, mert megáll nyilván, tehát kerülő utakat kell, azt prognosztizálják, hogy ez világviszonylatban azért meg fogja emelni az inflációt. Nem csak a várakozásokat, hanem a tényleges inflációkat. Azt a nap végén mi fizetjük. Én azt mondom neked, hogy mondok erre is egy példát, csak az emberek nagyon hamar felejtenek. Annak idején volt a 6 napos háború Izrael és Egyiptom között. Ez 6 napig tartott. A Szuezi csatornán is volt egy valami. Utána viszont 8 évig volt zárva a Szuezi csatorna, 8. És a világnak semmi baj nem lett, se az infláció, se semmi. Tehát most is, most már amelyik hajó elindult egy hete Szingapúrból, az a hajó tökéletesen tudja, hogy 41 napunkban fog megérkezni Rotterdamba, és nem 36. Ennyi történik, és annyi is történik, hogy többet fog fogyasztani gázolajat, és annyi történik megint a logisztika, mert itt az ellátási láncot kell nézni, hogy Afrika körül viszont oda kell helyezni azokra a súlypontokra üzemanyagot, mert ezek a hajók ugye üzemanyagot fogyasztanak. Tehát az is egy kvázi kedves probléma, mert most az a kikötő, ami forgalmazott minden nap
3000 tonna üzemanyagot, most 15 ezeret kell, hogy forgalmazzon. Az a 15 ezer az eddig Suezban lett forgalmazva, meg Ádenban lett forgalmazva, meg Rotterdamban lett forgalmazva. Tehát a világban a kőolaj eladása hajók részére nem fog megváltozni, csak áthelyeződik. Tehát még ez olyan, mint a Covidnál is. Hát a Covidra mindent ráfogtak, de nem az élet drágább, nem az élet kétszeres a kenyér, mert a Covid mert másfél évig nem volt aratás. Meg a búza se került többe, de már a műtrágya többe került, de nem azért került többe a műtrágya, mert Covid volt, hanem azért, mert fölment a gázára. Amikor a negyedére esett a gázára, senki nem kiabált, hogy mennyi újra a műtrágya ára. Na ide, hogyha most szóval hoztad a Covidot, akkor, és előbb az ellátási láncokat, akkor azért rengeteg olyan cikk született, ami arról szól, hogy rövidíteni kell az ellátási láncokat, ja, mert ugye... Bocsáss meg, a drága politikusaink, most akkor vagy azt szeretném, hogy Kínába csinálják féláron a tedzsekidet, vagy hozzák Magyarországon varratni. Ja, nem akarják a magyar munkást megfizetni, mert nekik jobb a 8 éves gyerek Bangladesbe, akkor nekem ne sírjon itt senki, amikor a 8 éves bangladesi gyerek dzsekijét hordjuk. Ez most nem mondjad, mert biztos nem, mert most megköveznek engem, ez biztos nem egy 8 éves bangladesi gyerek. Akkor 9. Vartan. Oké, 9. Tehát érted, amit mondok? Tehát a profitot, hogy mondjam neked, az emberek azt nem érzik, főleg a gazdag emberekhez beszélnek ilyenkor, hogy kétszer nem tudnak vacsorázni. Tehát itt van a hajóstársaságnak ezen haszna is. Ez annyi haszon volt, mint amennyit előtte 50 év alatt kerestek a hajók, ez nem vicc. 50 év alatt kerestek annyit a hajózások, mint ez alatt az egy év alatt. Tehát ez bőven elég kell, hogy legyen ezekre a hatásoknak a kivédésére. Hidd el. És igen, lesz veszteséges negyedévük esetleg, de... De hát mondom még egyszer, Botond, engem egyáltalán nem foglalkoztat a hajózási társaságok nyereségessége. A polc... Bocsánat, meg. Vagy éppen veszteségessége, hanem arról beszélnek, hogy egyébként milyen gazdasági hatása van. Hogy emlékszünk, amikor nem voltak konténerek, hát emlékszem olyan konferenciákra, amikor arról beszéltek, hogy igazából mekkorát emelkedett mindennek az ára, szóval hogy is annak azért minden másra is kihatása van. Nem volt mögötte közgazdasági tartalom, ezt kell mondjam neked. Tehát a fölemelkedett konténer fuardíj és a tényleges közgazdasági tartalom az nem állt egyenes arányban, akkor inkább így mondanám. Tehát akkor mondok meg egy másik példát, hogy én hogy látom a világgazdaságot. Most azt mondják, hogy hát az világgazdaság a hatással lesz. Akkor az is hatással van, hogy mindenki ezerrel gyártja a fegyvert, nem? Tehát az Amerikai Egyesült Államok, Spanyolország, Anglia, minden az össze, Franciaország, a csehek, még mi magyarok is, fegyvert gyártunk, mert ugye konfliktus van Ukrajnában. És eszement mennyiségű lőszert, és fegyvert, és tankot, és repülőt, és nem tudom mit ad. És hol van? Ugye van Egyiptom mellett is baj, ugye ott van Izrael, ott vannak a hutik lent, ott van a konfliktus az ország mellett. Én meg azt mondom, hogy ott meg akkor mi van azzal a gazdasággal, ami 180 milliárd dolláros amerikai kiadás, hogy csak plusz hadi kiadás. Az nem jelenik meg a világgazdaságban? Hogy ne lejjene meg? Csak pár ember zsebében. Tehát én nem szeretem, mikor hülyének néznek. Tehát itt mindennek van egy pici hatása, de nem ekkora, és most már beállt a rend. Vedd azt, hogy háború volt Egyiptomban, újra volt hatnapos háború, újra lezárták a Szuezi csatornát, nem zárták le, és most is van forgalma, tehát az arabok azért szívnak, tehát Egyiptom. A 10,5 milliárdos bevételük lehet, hogy leesik 4-re, és az nekik nagyon rossz. De az összes többi hajó most már tudja, hogy a logisztikai lánc úgy fog fölépülni, hogy nem 36 nap érkezik meg a cipőfűző, hanem 41. Ezt tudom neked mondani. Na beszéljünk, akkor azt mondtad a beszélgetésünk elején, hogy te azt látod, világviszonylatban van a hajózásnak jövője. Van. Hogy néz ki ez a jövő? És akkor azt mondtad, hogy előre kell gondolkozni, szóval mondjuk gondolkozunk előre 50 év múlva. Mit fogunk tapasztalni? A konténerizáció meg fog erősödni. Szerintem addigra már sokkal könnyebben fogunk energiát előállítani, mert kénytelenek leszünk, mert nem lehet kizsákmányolni a földet minden határon túl. És a komputerizáció, meg az automatizáció most mellett nagyon kevés élő erő kell, ma hozzá, de kell. Ettől függetlenül azt mondom neked, hogy abban gondolj bele, hogy ma nagy számok röpkednek a konténerhajózásban, a konténerhajózás a tengerhajózás 10%-át adja. 10. Az egész világon az összes forgalom, ami alapanyagot, félkészterméket, készterméket érintett, annak a 90%-a tengerekhez és a folyamhajózáshoz kötődik. Kihagyhatatlan a logisztikai láncból. Inkább okosan kell használnunk majd. Az okosan kell használni, az mit jelent? Az, hogy lehetséges, hogy nem kell 3 csizma. Lehetséges, hogy nem kell 4 autó a garázsba. Lehetséges, hogy nem kell kidobni a kukába az élelmiszert.
amit most körbenézel a kukákban Magyarországon, ottól azért vannak, akik éheznek, hozzáteszem, akkor minden hétvégén, minden magyar családban az elfogyasztott élelmiszer 10-15, és van, ahol 30% a kukában evett. Szerintem ebbe fog az emberiség lépni, ha van egy kis esze az utódaiknak, ez már nem nekem lesz a fejfájásom. Kicsit koncentrálunk majd az ivóvízünkre, kicsit koncentrálunk majd arra, hogy lehet, hogy nem kell állandóan Szingapúrig repülni, hogy pihenjél, mert lehet, hogy Zalaegerszegen is tudsz pihenni magyarként. Mondom ezt én, aki a körbe utaztam a földet, tehát értsen mindenki jól, nem demagógiát akarok mondani. Tehát azt mondom, hogy lehetséges, hogy egy kicsit vissza kell fogni a fogyasztásunkat. De akkor mondjuk ez például visszafoghatja például azokat a nagy óceánjáró hajókat, mert ezzel az erővel akkor lehet azt mondani, hogy most mit kell hajózgatni a különböző szigetek között egy ekkora baromi nagy hajóval. Erre azt tudom neked mondani, hogy még kerti törpét azért gyártanak, mert van, aki megveszi és kirakja a kertbe. Tehát amíg az embereket érdekelni fogja, mert a hajózás az egy kaland, mindenkinek tetszik a hajózás. Még annak is, aki nem tud úszni, meg fél a víztől. Ez egy nagy kaland, és nagyon egy gyönyörű. Tehát a tenger gyönyörű, a homokos tengerpart gyönyörű, a szigetvilág gyönyörű. Most nem kell semmi. De kárt teszünk. Tehát most, hogyha folytatom azt a gondolatsort, amit... Amikor mi szedtük a Vöröstengeren zsákszámra a korallt, azzal tettünk át, és akkor még szabadott. Tehát mi Szudán előtt a Vöröstengeren elég sok időt eltöltöttek a magyar hajók, amíg Szudánba gyapotot hoztunk, és ott mindig 2-3 heteket álltunk. Ott rengeteg korallt összeszedtünk, és akkor gőzöm sem volt, hogy mekkora barom vagyok, hogy milyen kárt okozok a Földnek. De ettől még nem halt ki a Vöröstenger, hogy Szalmabotont hülye volt, és ma már nem szednék le korallt. De még egyszer mondom, magunkba kell mindig keresni. Tehát először a saját portán rakjunk rendet, utána nézegessük a másik szemébe a szálkát. Figyelj, például, ha már azt mondod, hogy magatokban kell keresni, akkor mit tesznek mondjuk a hajós társaságok, mondjuk amelyek az óceánokon közlekednek, azért, hogy tisztítsák az óceánok vizét? Ugye folyamatosan halljuk azt, hogy mennyi műanyagpalack van, mennyi egyéb szennyezett, hát ugye mondtad az olajtól kezd... Ezek gyűjtik azért, tehát most már nagyon szigorú ez, tehát az olajat is kezelik, a fenékvizet is kezelik, hát ez a Dunán is kezelik, tehát mi a Dunán, Magyarországon ugyan nem, pedig kéne, nálunk is vannak zöld szigetek, de ez ilyen kamukérók, de Németországban bejelentkezik a mi hajunk mondjuk a passzaui német vízirendőrség az adott területre, és ott kiadhatja a fenékvizét, és azt ott majd kezelik, és ártalmatlanítják. Tehát már nincs az mind régen, hogy mindenki a Dunában nyomott. Ezt azért mondjuk ki, mindenki azt mondja, hogy soha életében, az mind hazudik, aki ezt mondja. Régen úgy voltak vele, ezt mi úgy is hívtuk a hajózásba, hogy hatos raktár, a Vörösmarty, mikor hajóztunk, hogy a hatos raktárba menjen ez. A hatos raktár az a tenger volt, mert 5 raktára volt a hajónak. De ezt ma már nem csinálják meg. Tehát ma már azt se csinálhatod meg, a normálisabb országban, lásd Ausztrália, hogy olyan csomagolót használsz, aminek nincsen olyan igazolás, hogy nincs benne semmilyen pondró, meg nem tudom, légy lárva, meg akármicsoda. Tehát már erre is figyelnek az emberek. Ma balaszvizet se lehet akárhogyan kiadni. Régen ugye felszívták a balaszvizet Ausztráliában, és Rotterdamben ma kinyomták. Ma már azt is kezelni kell. Ma a füstgázt is kezelik. Ma a szemetet is kezelik. Ma egy ilyen nagy hajó, mondom, tisztább a víz, mint amit mi iszunk. Jó, de most arról is beszélek, hogy ami viszont ott van most a tengerben, és ami folyamatosan pusztítja a környezetet, azt hogy lehet szerinted megoldani? Tehát, hogy azt mondod, hogy sokat olvasol, és... Igen. Próbálkoztak már ezzel, most már szigetek is vannak, azt mondják erről, hogy az óceánban úszó szigetek vannak. Azt mondom, hogy sajnos erre megint csak nem egyes országoknak a dolga. Ez lehet egy ENSZ program is. Építsenek 3-4 hajót, igen, költsége van, az szépen járja a tengereket, és semmisítse meg ezeket. Tehát, hogyha lehet a szárazföldön hulladék megsemmisítő üzem, ami szeparáltan semmisít meg, és figyel a környezetére, akkor legyen a tengeren is. És büntessék meg rohadtul. Erre mondok neked egy példát, 80-valányban jöttünk Svédországba lefelé, én voltam szolgálatban, mindig velem történnek ugye kalandok, hát ismersz. És akkor egyszer csak megrend egy helikopter fölöttünk, és akkor mondta, hogy Adi volt a hajónál. Először nem, ugye Édi mondják, hogy először nem tudta, ki az Édi, azt állítja minket szólomra. És mondta, hogy jó napot kívánok, itt a svéd parti őrség, húzódjon a nem tudom milyen vizekre, ott mondott valamit, hogy hova menjek, mert ellenőrzés. És azt hittem, hogy hírsegedünk, hogy nálam, hogy mi nem húzódunk sehova, megyünk, ez az irányunk, ez a desztinációnk, itt rakottunk, ide megyünk. Mondta, hogy jó, semmi baj, tehát tök udvarias volt. 2 perc van, jó napot kívánok, itt a Magyar Nagykövetség. Legyenek szessek, a névit már elindították hajófra, jól lenne, hogyha mégis megállnának. Akkor rájöttem, hogy éles. Tudod, miért elindítottak meg?
Mert a svédek azt figyelték, hogy a Skagerrak-Kattegat-Öresund részen, az ő parti vizék egy része az ő parti vizeik, valaki olajszennyezést követett el, ezt észlelték, minden hajót megállítottak, minden tankból mintát vettek. 80-as évekről beszélgettünk, tehát van környezetvédelem, ne hisztízzünk, folytassuk ezt a jó svéd mintát. Aki leereszti az olaját az udvaron, vagy a Dunában, vagy a tengeren, na azt kérem szépen úgy büntessék meg, hogy soha többet ne jusson eszébe. Ti voltatok különben? Nem, nem. Hát a gépüzemvezető izzadt, mint az a bizonyos ember a ladikba, de mondtam is neki, hogy ne izgulj, a svéd börtönök tök jók, és meg is tanul svédről, és állítólag marha jó menni. De nem, annyira nem volt vevő erre a humorra, de nem mi voltunk. Tehát ha mi lettünk volna, nagyon megbüntetnek. Halál udvariasak voltak, 2 percet elfoglalták az egész hajót, mindenféle kis üregcsékkel, azonnal kérték a rajzokat, azonnal vették a mintákat, hogy megköszönték és elmentek. Nem csak a logisztikában szinte nincs olyan ipari terület, de mondjuk ez a mezőgazdaság végeztolatnak, hogy nem mondanánk egyik másik országra, hogy ő ott a nagy hatalom. Igen. Ebben a viszonylatban mondjuk logisztik és azon belül hajózás. Van olyan, hogy nagy hatalom? Hajózásban persze, hogy van. Logisztikában, logisztika az inkább nemzetközi lett, mert ugye az általában országot van állítani, de az is logisztika, amikor terítik a belvárosba a patokat, ott a kukoricát, tehát az is logisztika, értsd jól. De hajózási nagyhatalmak az ugye Anglia, USA, Görögország. Nagyon nehéz lobogó szerint szétosztani, mert régen ugye voltak az úgynevezett olcsó lobogók, mert mindenki Cipruson lobogoztatta a német hajókat, mert az ott olcsó volt a személyzet, nem volt adófizetés, olcsó volt az összes költsége, és a német hajósok átvitték oda, de attól még az német hajó tulajdonos volt. Tehát ez egy picit csalókalként, tehát vannak ilyen nemzetek, dánok, olaszok, szingapúria, Kína nagyon erős. Úgyhogy vannak ilyen hagyományos tengerész nemzetek, Anglia. Hát mi nem vagyunk közöttük sajnos. De nekik, hogy mondjam, nekünk tudni kell a súlyunkat. Tehát mindig nevetek, mikor a politikusok beszélgetnek, hogy majd mi beállítjuk az ilyen árat, meg az olyan árat, meg az ukrán kukorica, meg nem tudom micsoda. Hogy mondjam, tudni kell, hogy mi könnyű súlyak vagyunk a világpiacon. Tehát mi az olajárat nem fogjuk befolyásolni, az OPEC országok igen. Tehát a szénárát, meg a nem tudom minek a vasércárát nem mi lőjük be, de az a Kína, amelyik 1 milliárd tonna vasércet importál a tengeren, vagy az az India, amelyik most lassan meg fogja előzni a szénfelhasználásba Kínát, na azok megmozgatják, amit mondasz te, a tengeri piacot is. Tehát a képszáz hajók, az a képszáz hajó, az pont azok, amik Afrikát kerülhetnek, meg mondjuk a Dél-Amerikát is megkerülhetik. Ezek a körülbelül 200 ezer tonnás hordképességű hajóknak a piacát, ez hip-hop megrántja egy ilyen hír, hogy mondjuk Kína még vesz 20 millió tonnát ebből a bányából. Vagy Brazília még épített. Hát Brazíliában azért építettek 400 ezer tonnás hajót, gondolj bele, hogy 400 ezer tonna hordképessége, jelzem 23 óra alatt berakják, zárójel bezárat, a kikötő működik meg a logisztika, az csak kínai és Tuboró között jár. Mit csináltak a kínaiak? Egy idő után kitiltották a vizeikről. Senki se értette a hajózási iparban, hogy miért van. Marha egyszerű volt, nem lehet máshol használni a hajót akkora mérete. Fél évenből a fele kínai lobogó alatt volt. Tehát a kínaiak megvették. Így vásároltak olcsón hajókat. Tehát a világpiacot ezek rengetik meg. Meg hát a kartellek, csak ezt nem tudjuk bebizonyítani. Beszélgetnek hajótulajdonosok szerintem szép csendesen egy-egy kávé mellett mindenféle piaci dolgokról, és ezt sose fogjuk tudni bebizonyítani. De neked elmetek erre kéne, hogy legyen rá hatásod, nem? Mert ez a fonásban, ami ugye Londonban székel, ez pont azokat a társaságokat tömöri. Ez a hajózási ügynökök és hajózási brókerek világszerzsége. Pont Kairóban lesz a jövő héten a végrehajtó bizottsági ülés. Kíváncsi, mit mondok az egyiptomiak erre. Ez a csapat, ez a logisztikai szolgáltatás és a hátteret adja. Tehát a hajózási bróker és a hajózási ügynök, most nem 3x3-asra gondoljál, mert az is ügynök, de ez egy rendes ügynök, aki tényleg elvégzi a munkát. Ezek az emberek azt teremtik meg a hajózási piacon, hogy az áru, a hajó, a kikötő, a háttéripar, a logisztikai, ezek kiszolgálják az áru áramlását és a hajó tulajdonosokat. Ez ennek a csapatnak a dolga, 60-valány ország a tagja most már, és elég erőteljes a hatása, de rengeteg ilyen nemzetközi hajózási szervezeten ezek azért összedolgoznak. De te hogy kerültél bele egyébként a vezetésébe? A Magyarország csak sima tagja volt, és akár
egyszer kértek, hogy tartsak egy előadást, Budapesten voltam, és akkor tartottam egy előadást a folyamhajózáson, meg hogy én hogy láttam a tengerhajózást, utána még ide-oda mentünk, Japánba tartottam előadást, és utána oda jött az amerikai elnök, amerikai kicsit erősebb az, mint magyar, és azt mondta, hogy ne arra ugyan Szalmor, szeretném, hogyha maga lenne az alelnököm. Mert azt mondja, hogy ezzel a szaktudással, meg ezzel az emberi hozzással, amit ön csinál, azt mondja, kell egy ilyen ember, aki nem fél, és magára szeretném bízni a pénzeket is, tehát én vagyok a treasurer, tehát én vagyok a pénzekre felelős, és akkor büszke voltam, nem Szalma Botondra voltam büszke, hanem arra, hogy egy tenger nélküli ország hajózási szakemberét, mert Magyarországon vannak hajózási szakemberek, nem vagyok egyedül, egy nemzetközi szervezet, ahol angolok, amerikaiak, ausztrálok, kínaiak, hollandok, németek, japánok vannak, azt mondták egy magyar, hogy te leszel a második ember ennek a szervezetnek, és azóta 5 elnök volt, már rég le kellett volna mondjak, meg nem tudom, még mindig akarnak. És a mostani elnök is, aki most argentin, azt mondta, hogy ő szeretne. A következő, aki olasz, azt mondta, hogy mindenképpen szeretné. Mondtam, hogy nyugdíjba fogok menni, mondta, hogy elkezdett nevetni. Most legutóbb Londonban találkoztunk 1-2 hete. Mondtam neki, hogy ne izguljon, tényleg nyugdíjba megyek, mert nem kell nekem a halottas kocsiba menni a fonásba végrehajtott bizottságából, hanem át kéne adni inkább a fiataloknak, vagy a középkorúaknak. Ezt hiányolom ott is külön, mert nagyon kevés fiatal van. Jó, de hát előbb meg azt mondtad, hogy igazából előbb-utóbb, ugye a digitalizáció előretörésével, a mesterséges intelligencia előretörésével már sokkal kevesebb emberre és szakemberre lesz szükség, nem csak igen, a hajózásban, hanem igen, a hajó. Igen, a logisztikában megpróbálják egy csomót, ugye, mert a targoncát lehet helyettesíteni, meg az áru, a pick-upot lehet helyettesíteni a raktárban, de azt mondom neked, én az embert nem hagynám ki. Mi emberek vagyunk, tehát értem ezt a mesterséges intelligenciát, tehát ez olyan nekem, mint a kalapács, használjuk. Mint a mobiltelefon, amit... Na de figyelj, de hát most Japánban volt valami fejlesztés, hát valami japán, de most ezt meg nem mondom neked, nem olyan régen olvastam, hogy gyakorlatilag azt kísérletezgetik ki, hogy hogyan lehet úgy minimális emberi beavatkozással adott esetben a hajókat irányítani, üzemet. Figyelj, rendben van, de tudod, én hajózásban dolgoztam, tehát mindig van blackout, és a blackoutnál mindig jó, ott van az ember is. Tehát jöhet egy 9-es idő egyszer csak, mert éppen arra jön. És éppen blackout van, és ott nem baj, ha van ember kompjúteren kívül, de emberek vagyunk, és én nem akarom az embert kiadni semből. Az emberi kap... Ez az, nem szeretnék veled online beszélgetni, én így szeretnék veled beszélgetni. Most egy nagyon hülye példát fogok mondani, bocsáss meg, hogy ezt mondom neked, de ez olyan, mint a guminő. Bocsáss, nekem nem kell. Hát ha belarobsz a fenekébe, szellemtelenül az kirepül az ablakon. Érted? Tehát ne csináld velem. Az embert ne hagyjuk ki. Könnyebb lesz a munka. Lehet, hogy a sorompőr már nem kell, mert a sorompó magától megy. Lehet, hogy a közértbe elé teszik majd a tejet. De én szeret, hogy mondjam, tehát én nem szeretnék robotokkal kommunikálni. Ne haragudj. Hát lehet, hogy nem szeretnél, de ez nem biztos, hogy szabadon választott lesz x év múlva. Hát nem tudom, én az embert választom, majd akkor visszamegyünk az ős erdőbe, vagy a barlang, most tök jó el leszünk. Na jó, figyelj, ne menjél vissza még egyelőre azért a barlangba, még egy kérdést. Ugye mondtam, hogy mondjuk 50 év múlva. Hogy képzeled el, mekkora hajók lesznek a tengeren, mennyi ember lesz rajta, milyen üzemanyaggal fog menni, mennyi rakomány fog... Te hogy látod, tényleg? Szerintem az üzemanyagban előbb-utóbb megtalálják azt, ami a legjobb helyettesítője a kőolajnak, de nem fogják kiadni a kőolajat. Most se hagyták ki. Én az atomot se hagynám ki előbb-utóbb. Nem lesznek nagyobb hajók, mert fizikai korlát miatt nem lehet. Tehát a Dunán a korlát az mindig a zsilip. Hossz, szél, merülés, és van még egy korlát, amit mindig a zöldek megint elfelejtenek, még mondják, mi van? A hídmagasság. Tehát, hogyha nagyon magas a víz, mert éppen sok eső esett, akkor nem fél a híd alatt. Na, a tengeren ott nincs híd, vagy legalábbis ritkán van, vagy a repülőtér közelében van például Genovában egy olyan limit, hogy airport limit van, hogy 60-valány méter magas, nagyobb nem lehet a hajó legmagasabb pontja, ami fix pont. Tehát ott meg az igazi limit az mindig az, mondjuk a Suezi csatorna, amire az hívják Suez Maxnak a hajóknak, az hívják Panamaxnak, ami a Panama csatorna legnagyobb hajó típusa, ami átmen, és az hívják Cape Sounds-nak, ami erre jár, vagy a Tubarão Rotterdam. Tehát ennél nem lesz nagyobb hajó, mert nem kell. Nem lesz sokkal kevesebb ember rajta, mert karba kell tartani. Én örülök a robotoknak, de valakinek meg kell kötni a konténert. Valakinek meg kell kötni a rakományt. Egy ömlesztett farakományt robot nagyon nehezen köt, vagy hegeszt. Lehet, hogy hegeszteni fogják a robotok, de nem lesz sokkal kevesebb ember. Lehet, hogy 20%-nál kevesebb ember lesz, mint ami most van, de a mostaniak fel annyian vannak, mint mi voltunk. Hát mi egy 13.600 tonnás hajón 40-en voltunk. Ma 22-en van, egy havaron parancsnok, egy ilyen 14.000 teus jó nagy hajón, most jött haza, ők 20-an vannak. És 400 méter hosszú a hajó.
és 55 méter széles, és van 14 méter a víz alatt. Tehát egy bődületes méretek, de nem lehet minden határon túl növekedni. A magyarok olvasták a mesét a kis gömböcnek. Van egy határ, amin túl nem lehet növekedni. Van egy határ, amin túl nem lehet fogyasztani. Tehát csak kétszer tudsz vacsorázni, vagy háromszor. Én egyszer. Egyszer egy autóba ülök. Egyszer egy cipő van rajtam. Ezt tudom erre válaszolni. Tehát megint csak logisztika, józanparasztész, térjünk már vissza a régi józanparasztész, ezt használjuk. Többet kell beszélgetni szerintem, és nem a telefon nyomkodni. Többet kell foglalkozni a nagymamával, nem a temetőbe kell látogatni, hanem otthon, egy héten egyszer. Tehát hogy vissza kell, hogy térjenek az emberi kapcsolatok. Mert a logisztika különben emberi kapcsolat. Mi vagyok én? Szervező. Hát én régen úgy hívták, hogy táskás ember. A táskás ember járt, vagy a londoni példa. A londoni hajózási tőzsének én tagja voltam. A londoni hajózási tőzsde 30 évvel ezelőtt úgy működött, hogy parketnek hívták tényleg flórnak. Mindenkinek a kezébe volt egy papír, az egyiknek rakományok voltak, a másikon hajó. És a két pasi találkozott, akinek jó hajója volt, jó rakomány, azokat cseréltek. Nem azt mondtam, hogy ehhez kell visszatérni, mert ez már a komputerek korában így megy. Ezt akartam mondani, hogy most már azért komoly olyan felületek vannak, hogy... De akkor is kell hozzá ember. Egy charterpartit nem fog megkötni komputer. Mert kell hozzá az emberi része. Kell az a VAT, kell az áfa hozzá, az a hozzáadott érték. Amit a logisztika mindig hozzáad a szolgáltatásával a mindennapjainkhoz. Tök mindegy, hogy a tejfszéről beszélgetek, vagy a hajfestékedről. Te jó kapcsolattartó vagy? Mert azt tudom, hogy mindenkinek beszólsz szakmailag, beszólsz bárkinek őszintén, de mondjuk a baráti kapcsolatodban, a családokban mondtad, hogy ezzel nem lettél parancsnok egy hajó, mert hogy a családdal nem akartál. Ezt a családomtól kérem megkérdezni, hogy mennyit szenvedtek miattam. Hogy mondjam, én egyenes ember vagyok, de tudod, erre azt szoktam mondani, hogy nekem szerencsém van, nem kell emlékezni, mit mondtam 3 hete. Tehát egyenesen kommunikálok, néha kicsit nyers vagyok, de a feleségem szerint egy ilyen nagyon kedves, kenyére kenhető akárki vagyok. Ja, egyszer azt mondtam valakinek, mert mondta azt, hogy te? Azt mondja, mindig ilyen van valakinek, éppen mondtam valamit, mert valami nem tudom már mi volt, és azt mondja, ne azt figyelj, akkor figyelj, amikor nem beszél, akkor van baj. Botton, nagyon örülök, hogy itt voltál, és köszönöm szépen, egy kis bepillantást kaphattunk abba, hogy te hogy látod a hajózás jövőjét, és köszönjük szépen a figyelmet, Szalma Botton volt a vendégünk, hát ha valaki ettől a beszélgetéstől kedvet kapott ahhoz, hogy hajózási szakemberré képezze magát, és aztán... Vagy egy életre elvettük a kedvét. Vagy egy életet, hát nem kiderül. Köszönöm szépen. Köszönöm.